soros tervről, a nyugdíjakról és például a gazdaságról is vitázott a Fidesz és az MSZP frakció vezetője. A Momentum egyik népszavazási kezdeményezését sem hitelesítette, a választási bizottság a párt jogorvoslatot kér. Az európai keresztényüldözés kifinomult és rafinált módszerekkel dolgozik, jelentette ki Orbán Viktor. És nem közeledtek az álláspontok az ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban a külügyminiszteri találkozón. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor. Az MSZP felmondaná a Paks 2 beruházást, majd népszavazást írna ki a kérdésről, ha a párt kormányra kerülne. Ezt Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezetője mondta az RTL Klub Magyarul Valóval című műsorában rendezett vitában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője viszont azt mondta, ez a kérdés az előző választási kampány témája volt, a választók pedig döntöttek. Hozzátette, hogy a következő választáson is dönthetnek. A frakcióvezetők emellett a nyugdíjakról és a migrációról is vitáztak. Gulyás Gergely szerint Soros György állami segélyt akar adni a migránsoknak. Az MSZP frakcióvezetője szerint már Navracsics Tibor is cáfolta, hogy lenne Soros terv. A Jobbik feljelentette Soros Györgyöt. A párt azt szeretné kideríteni, hogy valóban létezik-e Soros terv. Birkóczki Ádám elmondta, hogy a feljelentést a kormánypárti politikusok közelmúltbeli kijelentései alapján állították össze. A Jobbik szóvivője hozzátette, hogy ha a rendőrség mégsem rendeli el a nyomozást, a kormánynak és Orbán Viktor miniszterelnöknek is papírja lesz arról, hogy amit tesznek, idézem őt, hatalmas agymosás és hatalmas hazugság. Soros György nem sátán, csak ördögi. Így reagált Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Bér Miklós Váci megyés püspök szavaira. Bér Miklós az Egyenes beszédben ügyetlen és bántó minősítésnek nevezte azt, hogy egy kereszténydemokrata államtitkár a sátánt emlegette Sorossal összefüggésben. A sátán legnagyobb és legvégső támadása az egyház ellen, a családok elleni támadás lesz. Ezt Aracki András, KDNP-s képviselő, energiaügyért felelős államtitkár jelentette ki még hétfőn a parlamentben. Ezt vagy a Szent János Pál és Benedek pápákon kívül számos ördögűző is. A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, és képes a történelem megváltoztatására. Ezt Soros György is meg fogja tapasztalni. A Váci Egyház megyepüspöke az Egyenes beszéd szerdai adásában azonban már úgy fogalmazott, hogy ez egy ügyetlen megszólalás volt a kereszténydemokrata képviselő részéről, amivel ráadásul a protestáns testvéreket is megbántotta, akik nem imádkozzák a rózsafüzért. Nem értettem ezt a megnyilatkozást, és a válaszom az, hogy ezt nem mondhatjuk ki. Ez egy elhibázott kijelentés volt. Nem merném, és nem az, hogy nem merném, nem szabad a másik embert sátánnak nevezni. Bér Miklós püspök úr nagy sztár lett most a szociálliberális nyilvánosságban. Én tisztelte szeretném kijelenteni, hogy akkor, amikor őt még ördögnek tekintette a szociálliberális nyilvánosság, én már akkor is nagy tisztelője voltam a püspök úrnak, és ez ma is így van. Deutsch Tamás azonban azt is közölte, hogy nem ért egyet az ilyen típusú megnyilatkozásokkal, függetlenül attól, hogy azok a kormánypártok vagy az ellenzék soraiból hangzanak el. Soros György ördögi. Ez tény. Egyébként pedig Lázár miniszter úrral értek egyet, az ilyen típusú megnyilatkozások inkább a népszórakoztatás műfajába tartoznak. A DK alelnöke szerint az ilyen megnyilvánulások Magyarország érdekeit, politikai megítélését sértik. Itt nem csak arról van szó, hogy egy dilettáns politikus a rózsafűzért emlegeti a parlamentben, vagy a sátánt emlegeti a parlamentben, hanem azzal, hogy ezzel tönkreteszik Magyarországnak a politikai reputációját. És azzal párhuzamosan, hogy tönkretezik Magyarország politikai reputációját, elriasztják a beruházókat és a befektetőket, mert azok azt mondják, hogy egy olyan országban, ahol ez a kormánypártnak a politikája, oda mi az Atya Istenért tennék be a lábukat. Korábban a Fidesz frakció vezetője is bírálta a koalíciós partnerének megnyilvánulását. Gulyás Gergely szerint nem volt szerencsés ez a minősítés. Az LMP biztosan nem, a Momentum pedig nem biztos, hogy részt vesz az ellenzéki erők közös tüntetésén október 23-án. Az LMP távolmaradását Hatházi Ákos jelentette be az ATV Fórum című műsorában.
Gulyás Márton aktivista eredetileg azt szerette volna, hogy 8 ellenzéki párt, a DK, az Együtt, a Liberálisok, a MOMA, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum közösen lépjenek fel a kormány túlhatalma és visszaélései ellen. Most arra a Momentum részvételesen biztos. Az Indexnek azt mondták, hogy részvételük a közös tüntetésen feltételekhez kötött. Nem örül Szél Bernadett növekvő népszerűségének a szocialisták elnöke. Molnár Gyula arról beszélt, hogy Botka László sikeres vidéki városvezető és ráadásul magas. Ezen adottságai pedig alkalmasabbá teszik őt a feladatra az LMP jelöltjénél. A Fidesz szerint, ami az ellenzéki pártokkal történik, az a Fidesz győzelmét segíti. Nem fordulunk a köztársasági elnökhöz. Az MSZP frakció vezetője jelentette be, hogy a párt a választásokig nem kezdeményez parlamenti vitanapot, nem fordul alkotmánybírósághoz és nem vesz részt ötpárti egyeztetéseken sem. Az MSZP elnök helyettese nem tart attól, hogy így a megmaradt ellenzéki eszközeiket adják fel, ráadásul önként. Egy választási időszakban már szerintem önbecsapás és a érintettek becsapása. A problémákat majd a kormányváltás oldja meg. Örülünk, hogy követik a demokratikus koalíciónak a példáját. Mi talán ennél egy kicsit többet is megléptünk volna az ő helyükbe, de ez az ő döntésük, és még egyszer mondom, ezt nagyra tartjuk. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint ez a lépés valószínűleg az MSZP saját hívei is vezetői körében sem aratott osztatlan sikert. Nem szeretnék krokodilkönnyeket hullajtani. A MSZP és a DK is versenytársunk. Ha egyébként lából lövik magukat a felkészítő edzések során, az indirekt módon a mi versenybeli esélyeinket növelik. Közben az MSZP elnöke interjút adott a Heti Válasznak. Arról beszélt, hogy a kormány által kezdeményezett egyeztetéseket színjátéknak, az ellenzék által kezdeményezetteket pedig pótcselekvésnek nevezte. Beszélt az LMP miniszterelnök jelöltjéről is. Azt mondta, Szél Bernadett nem rendelkezik azokkal az előnyökkel sem, amelyek Botka Lászlóban megvoltak, hiszen Botka vidéki, sikeres városvezető, és ráadásul magas. Ki a magasabb, Botka László vagy Szél Bernadett, ugye ez a kérdés? Ezt nem szívesen kommentálnám, mert én azt gondolom, hogy nekem nem feladatom azt, hogy két másik politikusnak a testméretével foglalkozzak. Azt gondolom, hogy Molnár Gyula biztosan tudja, hogy mit akart ezzel mondani. Én ezt nem tudom politikai üzenetként értelmezni. Mi sem tudtuk, ezért egész nap kerestük Molnár Gyulát. Először azt üzente, hogy Egerben a párt részországgyűlésén nyilatkozik, majd azt, hogy Budapesten. Végül kora délután sajtósán keresztül lemondta az interjút. A Heti Válasznak azért azt is elmondta, hogy barátilag szurkol Szél Bernadettnek, hogy ne kúszson feljebb a népszerűsége, ugyanis nehezen viselné azt a karaktergyilkosságot a kormány részéről, amellyel Vona Gábort próbálják tönkretenni. Nehéz helyzetbe került a Párbeszéd és az LMP az MSZP bojkottja miatt. A két párt ugyanis már meghirdette a devizahitelesek érdekében kezdeményezett vitanapját, és ígéretet is kapott a szocialistáktól, hogy támogatják a kezdeményezést, azonban a bojkott miatt ezt visszavonták. A vitanap kiírásához szükséges 40 aláírás azonban így is összejöhet, mert az Index értesülései szerint a jobbikosok és a független képviselők is támogatják a kezdeményezést, sőt, az egyébként parlamenti munkát szintén bojkottáló DK-s politikusok is. Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság a Momentum népszavazási kérdéseit. Az ellenzéki párt kérdései között szerepel, hogy a képviselő korrupciós ügyben leadott szavazata miatt ne lehessen a mentelmi jog mögé bújni. Arról is népszavazást tartottak volna, hogy ne lehessen valakit egynél többször megválasztani legfőbb ügyésznek, és arról is, hogy vissza lehessen hívni a legfőbb ügyészt, valamint hogy a legfőbb ügyész közeli hozzátartozói ne állhassanak foglalkoztatási jogviszonyban a Magyar Nemzeti Bankkal. A Momentum a kúriához fordul. A keresztények a világ minden táján ostromlott közösségben élnek. Ezt Orbán Viktor mondta azon a nemzetközi konferencián, amelyet Budapesten rendeztek a keresztényüldözésről. Veres András katolikus püspök beszédében úgy fogalmazott, Magyarország kormánya a szimpatikus kormány, mert együtt tud szenvedni a szenvedőkkel. Ma nem az európai keresztényüldözésről akarok beszélni. Ezt előre bocsájtva kezdte beszédet Orbán Viktor, majd így folytatta. Az európai keresztény üldözés a szellemi természetű, kifinomult és rafinált módszerekkel dolgozik.
Ez azonban nem mérhető össze azzal a szenvedéssel, amit, ahogy mondta, keresztény testvéreink Afrikában és a Közel-Keleten elszenvednek. A mi számunkra a sors szívtelen és abszurd tréfája, hogy ma ismét egy ostromlott közösség polgáraiként éljük az életünket. A kereszténység Orbán Viktor szerint ma a világ legüldözöttebb vallása. 108 országban 215 millió keresztény él félelemben, ami előre jelzi a globális folyamatokat. A világnak meg kellene értenie, hogy napjaink keresztény üldözései valójában globális folyamatokat jeleznek előre. A világnak meg kellene értenie, hogy a Közel-Keleten és Afrika egyes részein élő helyi keresztény közösségek elüldözése, a családok és gyerekek tragédiái túlmutatnak önmagukon, valójában a mi európai értékeinket fenyegetik. A világnak meg kellene értenie, mondta, hogy az európai életforma jövője és a mi identitásunk is kockán forog. Nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget odavinni. Veres András püspök arról beszélt, hogy Néró és a keresztényeket üldöző római császárok óta egészen napjainkig semmit sem tanultak, pedig a politikai élet hatalmasságait, a 2000 éves tapasztalat meggyőzhetné őket arról, hogy az üldözés nem gyengíti, hanem, ahogy mondta, még erősebbé teszi Krisztus egyházát. Az Európában megjelent keresztény ellenesség félelemmel tölt el, mondta, de nem csak a nyílt támadások miatt. Szerinte gúnyt tűznek a szent dolgokból és a vallási érzésekből is. Vagy éppenséggel a magát függetlennek tartó média összehangoltan teljes letámadást indít azok ellen, akik hitük igazságait és vallási értékrendjüket tanítva az övéktől eltérő véleményt képviselnek. A püspök szerint a demokrácia és a véleményszabadság égisze alatt ez nálunk Magyarországon is megtörténik. Kijelentette, Magyarország kormánya szimpatikus kormány, mert együtt tud szenvedni a szenvedőkkel. Ki kell mondanunk nyíltan, amikor keresztények üldözését látjuk, nem egyszerűen másokról van szó, hanem rólunk. Erről már Balogh Zoltán miniszter beszélt. Szerinte ezek a folyamatok egész Európát veszélyeztetik. Az egyik legnagyobb veszélynek azonban a lelki és a szellemi kiüresedést tartja. Fennmaradtak a nézeteltérések az ukrán nyelv törvény kapcsán a külügyminiszterek budapesti találkozóján. Szijjártó Péter azt mondta, arról győzték meg a Kárpátalján az érintettek, hogy őket a magyar nyelvi oktatásban súlyosan érintik az ukrán nyelv használat érdekében született cikkelyek. Ukrajna vállalta, hogy az Európa Tanács közgyűlésének döntését figyelembe veszik majd az állampolgárságról és a középfokú oktatásról szóló döntéseik során. Kis várakozás után tűnt fel az ukrán külügyminiszter, mielőtt megszorongathatta volna magyar kollégája kezét. Pavlo Klimkin a Twitteren üzente, Budapesten győzi meg Szijjártó Pétert az ukrán nyelvtörvény pozitívumairól. A magyar kormány előzőleg világossá tette, Ukrajna nemrég aláírt társulási megállapodásának felülvizsgálatát kezdeményezi az Uniónál. A nézeteltérések fennmaradtak. Mindaddig, amíg a helyi magyar közösség nekünk nem mondja azt, hogy elégedettek a helyzettel, addig mi nem tudjuk feloldani azt a döntésünket, amely arra vonatkozik, hogy a nemzetközi szervezetekben nem tudjuk támogatni az ukrán javaslatokat és az Ukrajna számára fontos kérdéseket. A vendég szerint nem a kisebbségek ellen készült a nyelvtörvény. Azt szeretnék biztosítani, hogy akár kisebbségiként is mehessenek az Ukrajnában élők, politikai, katonai vagy közigazgatási pályára, és a nyelvtudás ne legyen akadály. 75%. Egy olyan városban, mint Beregszász, 75%-a a tanulóknak nem tudott leérettségizni ukrán nyelven. És ez a tény elveszi előlük az alapvető jogok és lehetőségek érvényesítését, azon jogokét, amelyek ahhoz a közösséghez kötik őket, amelynek ők is tagjai. A magyar fél az elfogadott jogszabály diszkriminatív rendelkezésének felfüggesztését várja. Ukrajna viszont megvárja a Velencei Bizottság döntését. Az ukrán külügyminiszter a találkozó előtt tiltakozó jegyzéket küldött a magyar kormánynak, hogy az tiltsa be azt a tüntetést, amelyet ifjabb Hegedűs Lóránt szervez holnap az ukrán nagykövetség elé. Kárpátalja önrendelkezéséért címmel. A magyar külképviseletek előtt Kárpátalján voltak idén tüntetések, nem hisztisztünk a dolog miatt. Most úgy tudjuk, hogy a két főkonzulátusunk előtt megint lesznek tüntetések, Kárpátalján talán holnap után.
biztosak vagyunk benne, hogy az ukrán rendőrség megfelelő módon biztosítani fogja ezeket az eseményeket, a magyar rendőrség is szakszerűen fog eljárni természetesen a holnapi napon. Vannak jogszabályok, hogyha a jogszabályokat tiszteletben tartják az emberek, akkor jogukban áll gyülekezni és jogukban áll elmondani a véleményüket. Pavlo Klimkin azt válaszolta, ha a Debrecen környékén élő ukránok autonóm Debrecent követelnének egy ilyen tüntetésen, az ukrán kormány nem támogatná, hogy a szuverén Magyarországgal szembe menő követelésekkel utcára hívjanak embereket. A tájékoztató végén elhangzott, ha bár Orbán Viktor nemrég találkozott Poroshenko ukrán elnökkel, ha Ukrajnának igénye van rá, a magyarok nem zárkóznak el a problémák magas szintű megoldása elől. A kárpátaljai magyarok durva lenézésének és ócska rágalmazásnak tartja Szijjártó Péter azt a feltételezést, miszerint Magyarország azért ilyen harcos az ukrán nyelvtörvénnyel szemben, mert a háta mögött tudja Oroszországot. A külgazdasági és külügyminiszter az egyenes beszédben azt mondta, nem kellenek az oroszok ahhoz, hogy Magyarország kiálljon a saját nemzeti érdekeiért. Szijjártó Péter szerint, ha a törvény valóban az ukrán nyelv megtanítását célozza, akkor Ukrajnának célszerű meghallgatnia a magyar pedagógusokat, akik egy évtizede figyelmeztetnek a kárpátaljai ukrán nyelvoktatás gyengeségére. Azt már mégse akarja az ukrán állam eldönteni, hogy mi a jó a helyi magyaroknak, ők hogy akarnak boldogulni. Tehát ne akarják már rájuk kényszeríteni, ne akarják megmagyarázni, hogy nektek ezt meg azt kell csinálni ahhoz, hogy boldoguljatok. Van olyan nógrádi iskola, ahol az idei tanévben már a negyedik informatikus mondott fel. Erről a reggeli start műsorunkban beszélt Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. Stábunk megnézte, hogy mi a helyzet Nógrád megyében, ahol kiderült, hogy a Salgótarjáni tankerületben a nyáron meghirdetett 100 állásnak a felét tudták csak betölteni. Igaza van Rétvári Bencének, amikor arról beszél, hogy csak helyi léptékű probléma a pedagógus hiány. Erről Mendrei László beszélt a startban. A szakszervezeti vezető szerint a lépték ebben az esetben Magyarország. Hozzátette, több iskola már lehetetlen helyzetbe került. Egy Nógrád megyei információ arról szól, hogy ebben a tanévben, tehát szeptember 1-e óta eltelt 6 hét, a negyedik informatika tanár távozott a múlt héten. Tehát 6 hét alatt 4? 6 hét alatt így van. Tehát mert az informatikusok azok köszönjük szépen a pedagógus. Még csak a pedagógus fizetést sem kapják meg, hiszen ők közalkalmazottként vannak, nem a pedagógus elnézés bértábla szerint, tehát még kevesebbet kapnak. Nógrád megye valóban nem áll jól a pedagógusok foglalkoztatásában. A Salgó-Tarjáni tankerületben több tucat tanárt tudnának azonnal alkalmazni. A tankerületünk ez Salgó-Tarján környéke, illetve Bátony-Terénye környékét foglalja magába. A nyár folyamán 100 álláshely került meghirdetésre, ebből körülbelül 50-et tudott betölteni a tankerületünk. A megyeszékely általános iskoláiban is még 9 helyre várnak tanárokat. Az egyik iskola informatika tanára azt mondta, hogy őt is többször környékezték meg már ajánlatokkal. Már ott tartottam, hogy megyek be az igazgatóhoz, és mondom, hogy megyek, mert otthon kevés volt a pénz, és már elmeséltem otthon, hogy van csábítás, csak a... Hát jó viszonyban voltam az igazgatóval, és valahogy nem volt erőm elmondani neki, hogy én most itt fogom őt hagyni, és ez így elmaradt. Így néz ki a helyettesítéseket tartalmazó táblázat ebben a Salgó-Tarjáni iskolában. Az intézmények vezetői így próbálják megoldani, hogy minden órán legyen tanár. Ismertetett számunkra a pedagógus hiány. Intézményeinkben is ezzel küszködünk, de mindezek ellenére pedagógus társaink is azon vannak, hogy ezt a gyerekek ne érezhessék meg. Helyettesítéssel nem mindig sikerül a szaktanári pótlást megoldani. A startban Mendrei arról is beszélt, hogy van olyan ceglédi középiskola, ahol szeptember óta nem tartanak angol és matematika órát, mert nem találtak tanárt. Kilép az UNESCO-ból az Egyesült Államok. Washington arra panaszkodott, hogy a szervezet túlságosan elfogult Izraellel szemben. Ezen kívül azt mondják, teljesen át van politizálva a munka, és az egész szervezetet meg kellene reformálni. Any fan of mine who's a supporter of his. Videóban üzent az amerikai elnöknek Eminem, a rapper rasszistának nevezte Donald Trumpot, rajongóinak pedig azt üzente, ha ők támogatják az elnököt, választaniuk kell kettejük között. Donald Trump nem reagált a rapper kritikáira, az amerikai média ellen azonban újra kikelt. A kanadai miniszterelnökkel találkozott, mikor azt mondta, Észak-Koreával kapcsolatos kijelentéseit a média eltorzította. Őszintén szólva undorító, hogy a sajtó bármit leírhat, amit csak akar, valakinek rá kéne nézni erre, mondta.
Az elnök korábban is beszélt már arról, felül kéne vizsgálni a különböző sajtóorgánumok engedélyeit. Az egy dolog, hogy az elnök elmondja, ha szerinte valamelyik cikk hazugság, vagy ha egy csatorna téved vagy nem korrekt, de mikor már az engedélyük bevonásával fenyegetőzik, vagyis el akarja hallgattatni őket, azzal már az alkotmányt veszélyezteti, mondja ez az amerikai alkotmányjogász. Közben az Egyesült Államok bejelentette, hogy kilép az UNESCO-ból. Két fő indok van a döntés mögött. Az első ok 2011 óta él, amikor felvették a palesztinokat tagországként. A második, hogy sajnos a szervezet teljesen át lett politizálva, és ez aláássa az itt folyó munkát, mondta az amerikai ügyvivő. Az izraeli vezetés régóta kritizálja az UNESCO-t. Benjamin Netanyahu például hamis történelmi tények terjesztésével vádolta a szervezetet, amely határozataiban megszálló hatalomként emlegeti Izraelt, és tagadja, hogy a zsidóknak közük lenne Jeruzsálemhez és a templomhegyhez. Az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének költségvetésébe egyébként az Egyesült Államok eddig évente 80 millió dollárt fizetett. Az Egyesült Államok december 31-től állandó tagság helyett megfigyelőként vesz majd részt a szervezetben. Lezuhant egy katonai repülőgép a spanyol nemzeti ünnepen rendezett katonai parádén Madridban. A pilóta meghalt a balesetben. Közben a spanyol kormány 5 napos ultimátumot adott a katalán vezetésnek arra, hogy tisztázzák, kihirdetik-e a függetlenségüket. Székdobálás Barcelona utcáin. Egy függetlenség és egy egységpárti csoport keveredett összetűzésbe egymással, és elszabadultak az indulatok. Végül a rendőröknek kellett beavatkozniuk. A Katalónia térre hatalmas tüntetést szerveztek azok, akik azt szeretnék, a régió ne szakadjon el Spanyolországtól. A demonstrálók arra kérték a katalán elnököt, hogy hagyjon fel a függetlenedéssel. Közben Madridban óriási katonai parádéval demonstrálták az egységet a spanyol nemzeti ünnep alkalmából. A felvonuláson részt vettek az ország vezetői, köztük a spanyol király és a királyi család is. A nemzeti ünnepen a Reconquistára emlékeznek, amely során az ibériai félszigetet sikerült visszahódítani a muszlim uralom alól. A spanyol kormány hatalmas parádét rendezett. Ezek a vadászgépek is részt vettek a parádén, az egyik azonban visszafelé tartva eddig ismeretlen okokból lezuhant és kigyulladt, a gépet vezető pilóta nem élte túl a balesetet. A spanyol miniszterelnök közben azt mondta, a katalán vezetés direkt hozott létre zavart, amikor kedden kihirdette a függetlenségét, majd rögtön fel is függesztette azt. Azt üzente a katalánoknak, tisztezzek, hogy kinyilvánították-e a függetlenséget. Ha a válasz pozitív lesz, vagy nem érkezik válasz, akkor arra kérjük a katalán elnököt, hogy vonja vissza a függetlenségi nyilatkozatot, ezt jövő hét hétfő délelőtt 10 óráig teheti meg. Hirdette ki az ultimátumot a spanyol kormányfő, majd hozzátette, ha az elszakadás mellett döntenek, újabb 3 napot kapnak arra, hogy ezt visszavonják. Madrid egyébként azzal fenyeget, hogy a spanyol alkotmány 155. cikkének aktiválásával megvon minden autonómiát a régiótól. A spanyol külügyminiszter azt is felvetette, ilyen esetben új választásokat is kiírhatnának Katalóniában. Megbékélési megállapodást írt alá a Fatah és a Hamasz. A palesztin területeket irányító szervezetek képviselői Egyiptomban találkoztak. Kijelentették, hogy a legfőbb cél a palesztin állam megalapítása, amelynek fővárosa Jeruzsálem. Kairóban találkoztak a Hamasz és a Fatah képviselői, hogy aláírják a két szervezet közötti megbékélési megállapodást. Egyesíteni kell a palesztin emberek törekvéseit, célunk szembenézni a megszállással, megvalósítani a palesztin álmot, és véget vetni ennek a gyűlöletes megszállásnak, hogy létrehozzunk egy független palesztin államot, amelynek Jeruzsálem a fővárosa, mondta a Fatah delegációjának vezetője. A palesztin területeket felügyelő szervezetek között egy évtizede szakadt meg a kapcsolat, miután a Hamasz erőszakkal átvette a hatalmat az övezet fölött. A megállapodást egyiptomi közvetítéssel sikerült megvalósítani. Nagyon örülök, ha most lenne nálam fegyver, a levegőbe lőnék, hogy kifejezem, mennyire boldog vagyok a megállapodás miatt, mondja ez a gázai férfi. A megállapodás alapján a palesztin hatóság katonái védik majd a terület egyiptomi és izraeli határát. Arról azonban nem tudni, hogy a Hamasz átadja-e az övezeten belüli katonai felügyeletet is. A szervezet kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy megtartsák fegyvereiket. Ádám Ráhel, az izraeli Magyar Rádió korábbi vezetője szerint a nyugati országok által terrorszervezetnek tartott Hamasz azért volt kénytelen megállapodni a nemzetközileg elismert palesztin kormánnyal, hogy fenntartsa gazdasági és politikai legitimitását. A szakértő azt is hozzátette, a Fatah a megállapodással Izraelnek és a nemzetközi közösségnek tett ígéretét rúgja fel. Ugyanis egy terrorszervezettel lép egységre azért, hogy mentse
a saját helyzetét. Ha ma lennének a választások ugyanis a palesztin területeken, akkor egyértelműen, hogy a Hamas terrorszervezet nyerni meg a belső palesztin választásokat. A megállapodás kimondja, hogy a gázai övezetet irányító Hamas december 1-jéig átadja a teljes ellenőrzést a palesztin hatóságnak. Megtalálták a másik Balatonba esett horgászt is, őt is holtan. Szerdán ketten mentek ki csónakkal a tóra a Balaton Ederics közelében, és nem tudni miért estek a vízbe. Egyikük holttestét még aznap megtalálták. Ezzel a csónakkal indultak el szerdán reggel a horgászok, akik előzetesen megbeszélték az ismerőseikkel, hogy mikor érnek vissza. Miután a két férfi nem jött vissza időben, barátaik keresni kezdték őket. Ők is értetlenül állnak a baleset előtt, mert még csak a szél sem fújt, a víz tükörsima volt. Nem voltak szélsőséges időjárási viszonyok. Megfejthetetlen pillanatnyilag, hogy ez a dolog hogy történt. Hát tragédia is, és nagyon szomorúan gondolok én is rá, mert hát ugye ez egy borzasztó esemény. Az egyik férfit a kora esti órákban találták meg, a társát még délelőtt is keresték a vízimentők. Az ő holttestét nem sokkal délután találták meg, a horgászokat megrázta a történet. Személyesen ismertem az egyik horgászt, én is. Én is járok ki csónakkal, ők is csónakkal mentek ki 3 méteres vízre, mentek ki horgászni, süllőre akartak horgászni, vagy pontra, ami a mély vízen most még jobban eszik, mint esetleg a sekélyebb vízeket. Csak találgatni lehet, hogy hogyan került a vízbe a két férfi. Az biztos, hogy egyikük levetkőzött, mert a ruháját megtalálták. Elképzelhető, hogy az előtte vízbe eső társa után ugrott, hogy megmentse. A vízimentők továbbra is a mentőmellény fontosságára hívják fel a vízen tartózkodó horgászok, vitorlázók figyelmét. A mentőmellény nem arra való, hogy büntetést hárítsunk el, hanem az életünket menthesse meg egy helyzetbe, és nem elég a legolcsóbb, kvázi kipipálva, ugye a mentőmellény megvan, hanem olyan mentőmellényt kell vásárolni, amely jó mentőmellény. A jó mentőmellény a használójának méretének megfelelő, és az öltözékre kívülről felhúzható. A hétvégére egyébként igazi horgászidőt jósolnak, ezért is fontos a csónakba ülőknek a saját biztonságukról gondoskodni. A vízimentők a horgászoktól azt kérik, hogy olyan helyet válasszanak, ahol halló távolságon belül többen is tartózkodnak, hogy baj esetén azonnal tudjanak segítséget kérni. És eddig tartott a híradó, most indul a Start Bomber a Krisztinával és Vujit Rutkóval. Szervusz Rutkó, jó reggelt! Miről lesz szó ma reggel? Jó reggelt kívánok! Egy pillanatra visszatérnék a tegnapi naphoz, ugyanis valahogy mindig meg kell találni a hibást, és mi benned találtuk meg, Géza. No. Ugye arra kértünk, hogy szorítsál nekünk, hogy imádkozz értünk. Polgár Judittal játszottunk egy mérkőzést, ugye itt a Startban láttad, igen, a végeredményt. Van-e? De hát én azt is mondtam, hogy 50-en vagy 100-on is lehetünk, akkor sincs esélyük. Én úgy gondolom, hogy nem akarlak ettől az élménytől megfosztani, és legközelebb te játsszál vele, hogy te is elmondhass, hogy kaptál ki ellene. No, mondom a ma reggelt, itt lesz Szent Iványi István, külpolitikai szakértő, akiről arról beszélgetek, hogy mit jelent ez a bizonyos 7-es cikkely, amelyet soha nem vezettek még be, vagy nem indítottak el uniós tagország ellen. Mi lehet Magyarország sorsa? Mi van akkor, hogyha megvonják a szavazati jogot? Mennyire vagyunk egyáltalán ettől? Aztán Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője érkezik. Hát ugye a Jobbikról gyakorlatilag most már vannak olyan újságok, ahol két naponta elolvassuk, vagy elolvashatjuk, hogy mindjárt megszűnik, és Vona Gábor Botka Lászlóhoz hasonlóan feladhatja, és nem lesz tovább miniszterelnök jelölt. Megkérdezzük, hogy hogy áll ehhez a párt, illetve érkezik Hidvégi Krisztina napló riportere, ugye az ATV elmúlt hónapjának talán, hát mondhatom azt, hogy a legnagyobb visszhangot kiváltó riportja az volt, amikor a heti naplónak a stábja bemutatta az Őcsényi falunapot, illetve azt a falugyűlést, ahol arról szavaztak, hogy bevándorlók oltalom alatt lévő menekültek nyaralhatnak-e, kisgyerekes család nyaralhat-e Őcsényben. Egészen drámaiak voltak azok a felvételek. Most visszament Hidvégi Krisztina Őcsénybe, és megmutatjuk, hogy mi változott azóta. Ugye emlékezhetsz rá, lemondott a polgármester, és most a falu népe egy emberként követeli vissza, hogy valahogy mégiscsak induljon el és nyerje meg újra. Tehát visszakérik a volt polgármesterüket, aki éppen a balhé miatt mondott le. Ez és sok minden más még a Startban. Köszönjük szépen, izgalmasnak ígérkezik tehát a ma reggeli műsor is. Most azonnal elkezdődik, de még előtte megmutatjuk, hogy milyen időjárás várható, én pedig 7 órakor várom önöket ismét friss hírekkel. Viszontlátásra!